Mint köztudott, az önkormányzat a volt költségvetési üzem telephelyét 25 millió forint plusz áfa értékben adta el. Az elmúlt év őszén pedig hozzáfogtak az új telephely megépítéséhez, az önkormányzat tulajdonában lévő területen, a Szóládi út végén. Saját rezsiben, egy szerű kivitelben a település igényeit maximálisan kielégítő 340 négyzetméter nagyságú új épületsor készült el, amely magában foglalja a temetkezési vállalat Kft. Kirendeltségét is. A bekerülési költség elszámolása még nem zárult le, jelenlegi számítások szerint 6,2 millió forint, amely 20 ezer forint alatti négyzetméterenkénti árat takar. Az új telephely gazdáját, Fodor Rudolfot kértük meg, hogy mutassa be nekünk az új épületet. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőnket. Szeretném bemutatni a polgármesteri hivatal új telephelyét. A volt költségvetési üzemünk, hát a 97 fővel, ami dolgozott, arra épült, és ezt a csökkentett létszám, polgármesteri hivatal egy csökkentett létszámra tervezte, hogy ezt felépítsük. Na most ez a költségvetési üzem, ez értékesítésre került, abból a meggondolásból, hogy ebben a csökkentett létszámnak ez megfeleljen, és a falu lényegében a üzemeltetéséhez ez hát teljes mértékben kielégítse. Na most ezt a telephelyet a Szóládi út végén létesítettük, ezt a tél elején indítottuk el, saját rezsisbrigáddal építettük, amit április 26-án lényegében műszakilag átadtuk. Na most ez a létesítmény áll egy irodahelységből, egy szociális helységből, és hát a temetkezési vállalatnak, ami a régi költségvetési telephelyen jelen pillanatban működik, annak a részére is egy ilyen bemutató termet, egy irodahelységet és egy raktárhelységet biztosítottunk, ami valószínű a nyár folyamán fog itten hát kiköltözésre kerülni. Továbbá egy asztalos műhelyt, egy szerelő műhelyt és egy lakatos műhelyt helyeztünk el ebben az új épületben, és a gépkocsik, a közlekedő járműveknek a részére pedig egy ilyen nyitott, de fedett helységeket építettünk ki. Az épület végén egy kis tűzoltó szertárnak adtunk helyet, valamint a polgárvédelmi helységet alakítottunk ki. Még jelen pillanatban olyan állapotban, tehát az épület elkészült, az út előtte lévő tér aszfaltozásra vár, ami közel egy-két héten belül el fog készülni. Egy nagyon szépen kialakított bejárati utat alakítottunk ki, ami szintén aszfaltozásra vár, tehát ezt úgy június 15-re tervezzük, ami tehát komplett lényegében használatban lehet ezt az épületet venni.